Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Választás 2022, minden Tolna megyei körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek. Szoboravatás, Vas Albert emlékművét adták át Tevelen. Bonyhád városa avatásának 45. évfordulója, egésznapos rendezvényel ünnepeltek. Támogatás, hatalmas lehetőséghez jutottak a hazai gazdák. Ismét kétharmados többséget szerzett a vasárnapi országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP pártszövetsége. Tolna megye mindhárom választókerületében magabiztos fölénnyel nyertek a kormánypárti politikusok. Az országnak ezen a részén valamivel többen szavaztak, mint 2018-ban. Vasárnap pontban reggel 6 órakor Tolna megye mind a 206 szavazó körében rendben elindult a voksolás. Háder Dániel most először járulhatott az urna elé. Nagyon fontos az, hogy a fiatal is kivegye a részét abból, amiben gyakorlatilag élnie kell. Fontos, hogy mindenki tudja azt, hogy mi miért történik, és mivel voltak éppen mi jövőnket alapozunk meg most, ez részt kell benne vennünk. Délelőtt 11 óráig a jogosultak 26,57%-a adta le a voksát Tolnában, ezzel némileg túl teljesítve az országos átlagot. Az embereket a hűvös, esős, havas időjárás sem zavarta. A jövőnk múlik rajta, és a gyerekeinknek az érdekeljé jöttünk el. A nap során Tolna megyében mindössze néhány rendkívüli esemény történt. Ilyenek voltak például az egyes választókerületben is, de a voksolást egyszer sem kellett ezek miatt leállítani. Találtak egy szavazótollat, amin az egyik jelöltnek a neve szerepelt, akkor ezt eltávolították, akkor találtak a szavazókörben egy olyan szavazólapokat, amelyek nem kerültek kitöltésre, a fülkében találták ezeket, akkor ezeket begyűjtötték, találtak egy matricát, amin különböző feliratok voltak választása összefüggésben, ez is a fülkén volt elhelyezve, ezt is eltávolították. Ezek mellett például Apparhanton egy házaspár tagjai beszélgettek egymással, miközben külön fülkékben szavaztak, Dombóváron pedig a szavazatszámláló bizottság egy tagja rosszul lett, ezért hazament. Dr. Gábor Ferenc a választás másnapján azt mondta, nagyon köszöni annak a több mint 500 főnek a munkáját, akik Tolna megye egyes számú választókerületében részt vettek a voksolás lebonyolításában. Este 7 óráig végül összesen 117.589-en szavaztak, vagyis a jogosultak 68,16%-a adta le a voksát. A hajlandóság így nagyjából 1,5%-kal az országos átlag alatt maradt. Tolna megye egy-egy számú választókerületében a Fidesz-KDNP színeiben induló Horváth István a leadott voksok 56,27%-ának megszerzésével közel 10.000-es szavazatkülönbséggel győzte le az ellenzéki összefogás jelöltjét, az MSZP-s Harangozó Tamást. Hála és köszönet a szavazópolgároknak, akik elmentek szavazni. Nyilván nekünk majd az eredményt még ki kell értékelni, de mindenféleképpen ez a fajta magabiztos felhatalmazás, amit kaptunk a választópolgároktól, azt a felhatalmazást adja, hogy folytassuk azt a családpolitikát, nemzetpolitikát, gazdaságpolitikát, amit az elmúlt 12 évben az Orbán kormány felépített. Tolna megye 2. számú választókerületében is kormánypárti győzelmet hozott a vasárnapi választás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 2018-as eredményét is majd 5%-kal meghaladva a voksok 63,27%-át szerezte meg, míg a DK-s az ellenzéki összefogást képviselő Szabó Lórándra a választók 26,22%-a szavazott. Potápi Árpád János a választás másnapján azt mondta stábunknak, jól esik neki, hogy az emberek elismerték azt a rengeteg munkát, amit az elmúlt 4 évben a választókerületéért tett. Az emberek békére és biztonságra törekednek, és egyébként az elmúlt 4 évnek a sikereit is elismerték, sőt, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezek közös sikerek voltak, hiszen nem a kormány érte el, hanem a magyarokkal értük ezt el. Külön öröm számomra az, hogy határon túlról is rengeteg szavazat jött vissza,
nyilván ott is közösek az eredményeink. Tolna megye 3. számú választókerületében Süli János a Fidesz-KDNP jelöltje, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség eddigi országgyűlési képviselője, a szavazatok 63,82%-át szerezte meg, maga mögé utasítva ezzel Bence Jánost, az ellenzéki összefogás jelöltjét. Süli János a választás éjszakáján arról beszélt, hogy 2018-ban a szavazók 58%-a húzta az ő neve mellé az X-et, most pedig még ezt is sikerült felülmúlni. Köszönöm a választóknak a hozzájárulást, azt, hogy elfogadták azt a munkát, amit 4 évig végeztem, kollégáimmal, együtt barátaimmal. Köszönöm munkatársaimnak, akik segítettek. Ma is köszönöm, akik reggel 6-tól ott voltak végig a választókeletekbe, végezték a dolgokat, adták az adatokat, hogy mindenkinek csak köszönni tudjuk. Nem csak Tolna megyében, az egész országban a Fidesz-KDNP nagy arányú győzelmével ért véget a szavazás. Az eddig kormányzó koalíció összesen 135, míg az ellenzéki összefogás 56 helyet szerzett meg az országgyűlésben. Bejutott még a Mi Hazánk 7 képviselője és a Magyarországi Németek Önkormányzatának nemzetiségi szószólója. A szavazókörökben vasárnap megjelent választópolgároknak mintegy 44%-a adott le érvényes voksot a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban. Így mivel az érvényességhez 50% feletti szavazat kell, a referendum érvénytelen lett. A helyesen leadott szavazatok 95%-a egyébként a kormány által várt nem válaszokra érkezett. Vas Albert erdélyi magyar írószobrát avatták fel Tevelen, amire a helyi székelykör adott be és nyert pályázati forrást. Az ünnepség keretében a civil szervezet egy kis buszt is átvehetett. A Teveli Székelyház udvarára kanyarodik be az a kis busz, melyet a Magyar Falu program keretében nyert el a civil szervezet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt a jármű átadása kapcsán. A civil program keretében 5000 szervezet mondhatja magát nyertesnek. A teveli székelyek sikeresen pályáztak az elmúlt években, összesen 17,5 millió forinttal gazdagodott a szervezet, melyből többek között a rendezvények lebonyolítását segítő eszközöket vásárolták, de ebből finanszírozták a Vas Albertet megformáló szobor elkészítését is, melyre a kormány egyedi támogatásként 1,4 millió forintot biztosított. Erős Pál a szervezet elnöke azt mondta, azért döntöttek az erdélyi magyar írószobrának felállítása mellett, mert megítélése szerint Vas Albert élete és szellemisége példaértékkel bír. Egy csodálatos, hatalmas szimbólum az embereknek, maga az irodalmi tevékenysége, illetve a magyarsága, amit élt, amit megélt és amit hátrahagyott. Csak a vér és a nyelv tudja összekötni az embereket és a közös múlt emléke. Olvasható a Túri Török Tibor szobrász által készített alkotáson. Városi avatásának 45. évfordulóját ünnepelte Bonyhád. Az egésznapos rendezvény megnyitóján Filóné Ferenc Ibolya a település polgármesterének nyitóbeszédét követően zenés-táncos programsorozat vette kezdetét, melynek záró fellépője a Republik Együttes volt. Egy hatalmas csokoládétorta kíséretében ünnepelték a lakók Bonyhád várossá avatásának 45. évfordulóját. A rendezvényre kilátogatók zenés, táncos és egyéb interaktív programokat élvezhettek, az est méltó lezárásaként pedig a Republik Együttes adott koncertet. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármester asszonya elmondta, 1977-ben hasonló időjárási körülmények között vehették át a hivatalos, várossá minősítő okiratot, de a mostanihoz hasonló hideg akkor sem szegte kedvét az embereknek. A művelődési háznak volt egy nagyszerű ötlete évekkel ezelőtt, pontosan 3 éve, és egy nyertes pályázata ennek köszönhetően álmodták meg a Városnapja rendezvényt. Nagyon sok településen van az országban Városnapja, de általában ilyen alkalmakkor városi rangos díjakat, kitüntetéseket szoktak átadni. Bonyhád önkormányzatának pedig a rendelete szerint mindig valamelyik nemzeti ünnephez kapcsolódik egy kitüntető díj, ezért egy sokkal színesebb és egy ilyen nagy forgatagot álmodtunk meg körülbelül 1,5 évvel ezelőtt erre a napra. Hozzátette, nagy örömmel tölti el, hogy az Én Városom Bonyhád címmel kiírt rajzpályázatra több mint 200 remek mű érkezett az általános iskolás diákoktól, melyek közül nehéz volt kiválasztani a legjobb alkotásokat.
Tényleg nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy végre két olyan év után, amikor a járványhelyzetben semmilyen nagy közösségi programot nem lehetett szervezni, hiszen a város egyik legnagyobb programja, a Tarka Fesztivál elmaradt a tavalyi esztendőben, sőt előtte is, hogy legyen végre egy nagy színes forgatag, amiben a legkisebbek és az idősebbek is megtalálják a maguk programját, és jól érzik magukat. A rendezvénysorozatra ellátogatók részt vehettek családi programokon, pólófestésen és könyvbemutatón. Kipróbálhattak VR és óriás társasjátékokat, valamint megtekinthették a helyi breaktánc együttes és a szombathelyi kötélugróklub műsorát is. A hosszú szárazságot követő eső hatására Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye kivételével megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint ez nem jelenti azt, hogy kontroll nélkül lehet égetni. Csak azt, hogy mostantól nem tilos az erdőkben, facsoportokban, fasorokban és ezek 200 méteres körzetében tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyeken. Továbbra is tilos ugyanakkor az egész országban nádas tarlót, kommunális hulladékot égetni. Fokozott ellenőrzést hirdetett az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata hétfőtől vasárnapig. Az európai szintű akcióhoz a magyar rendőrség is csatlakozik, jelentette be az országos rendőrfőkapitányság. A Seatbelt elnevezésű ellenőrzés sorozat keretében elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósiság használatát vizsgálják a rendőrök. Nem létező árut adott el három férfi egy pécsi lakosnak 5 millió forint értékben. A mit sem sejtő vevőnek a csalók 25 tonna napraforgót ígértek, de végül semmit nem kapott. A társaság tagjainak csalásbüntette, egyedi azonosítójellel visszaélés büntette, és személyes adattal visszaélés vétsége miatt kell felelniük. Több mint 5 millió forintot fizetett a pécsi férfi, de nem kapott érte semmit. Az eset még tavaly novemberben történt, amikor egy szekszárdi lakos 25 tonna szotyolát értékesített, amit előre kifizetett a vevő. Ezt követően a csaló a pénzzel távozott, majd az általa megadott telephelyen a vásárlóval közölték, hogy ott nincs napraforgó. A széleskörű nyomozás során kiderült, hogy három férfi vett részt a csalásban. Egy 62 éves szekszárdi férfi, aki magát Péter Zsoltként mutatta be, ő volt az eladó megszemélyesítő férfi, illetve volt egy 67 éves bonyhádi társa, aki az ötletgazda volt, ő adta meg a pécsi kereskedő elérhetőségét is. A harmadik csaló szintén egy szekszárdi férfi volt, ő az autóját adta oda a társaságnak. Ennek rendszámát már korábban lecserélték, hogy ez alapján se lehessen azonosítani a kocsit. Figyeltek a férfiak arra is, hogy telefonhívásaik is nehezen követhetők legyenek. Ennek ellenére mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki kollégáink, ahol beismerő vallomást tettek. Mindhármuknak csalás büntet, egyedi azonosítójellel visszaélés büntet, illetve személyes adattal visszaélés vétség miatt kell felelniük. Az eset körülményeinek vizsgálatát befejezték, és a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. Hatalmas lehetőséghez jutottak a hazai gazdák. Az idei évben ugyanis a parlagon tartott földterületeiket is megművelhetik, ez pedig azt jelenti, hogy támogatást is igényelhetnek ezek után. A változást Magyarország kérésére engedélyezte az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy minél inkább segítsék a mezőgazdaságból élőket. Az orosz-ukrán háború miatt előálló európai élelmiszer- és takarmánypiaci krízis minél gyorsabb leküzdése érdekében az Európai Bizottság a tagállamok gazdálkodóinak megsegítésére kiadott egy határozatot, mondja Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. A gazdálkodóknak a parlagon tartott területeit bevonják a zöldítés alá, és az egységes kérelem beadásakor jelezniük kell, hogy erre is szeretnék fölvenni a támogatást. Ennek pusztán az a célja, hogy a továbbiakban a kieső exportált búza vagy kukoricát valamilyen formában próbáljuk kompenzálni. A kizárólag 2022-ben érvényes intézkedés lényege, hogy egy szántóföldi területet akkor is el lehet számolni a zöldítésben parlagként, ha kaszálják, legeltetik, vagy bármilyen szántóföldi haszonynövényt termesztenek rajta. Ezek a támogatások nyilván a megszokott módon fognak lebonyolódni. Annyit kell figyelni a gazdálkodóknak, hogy amikor beadják az egységes kérelmet a falugazdászoknál, illetve a szaktanácsadóknál, hogy ezek a területek pontosan legyenek behatárolva.
A gazdálkodók akkor tudják maximálisan kihasználni a támogatást, ha az egységes kérelem előtt informálódnak a szükséges lépésekről. A Magyar Államkincstár a honlapján részletes tájékoztatást fog nyújtani, továbbá az Agrárminisztérium ügyfélszolgálata is segítséget nyújt a felmerülő kérdések megválaszolásában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai az eddigi gyakorlatnak megfelelően szintén a gazdálkodók rendelkezésére állnak. Regionális híreink következnek. Jobboldali győzelmek és szoros küzdelem, Baranyából három fideszes képviselő már biztosan a parlamentben folytatja. Kelendő portékák már a húsvétra készülnek a kézművesek Somogy megyében. Hogyan és miből épülnek a házak, pályorientációs verseny általános iskolásoknak. Egy biztos győzelem és egy még zajló küzdelem. Ezt hozta a választás éjszakája Baranya megye 1-es és 2-es egyéni választókerületében. A jelenlegi állás szerint a szavazatok 98,94%-os feldolgozottsága után már nem lehet behozni Hoppá Pétert a 2-esben. Az 1-es körzetben pedig még van esélye Kővári Jánosnak, aki előtt jelenleg 255 szavazattal vezet a baloldali jelölt. Itt is 98,94%-os a feldolgozottság. Hetedszerre is megnyerte Baranya 3-as számú egyéni választókerületét a Fidesz-KDNP jelöltje Hargita János. Baranya 4-es számú választókerületét pedig biztosan hozta a kormánypárt induló Nagy Csaba, aki kedre ígér stábunknak értékelést az eredményről. Az országos győzelmet ünneplik a Fidesz-KDNP támogatói szimpatizánsai a választás éjszakáján Pécsen. Köztük van a Baranya 2-es számú országos egyéni választókerületet megnyerő Hoppá Péter is. A régi új képviselő azt mondja, az ukrán háborúról, az orosz gáz- és olajszállítmányokról elhangzó vélemények még az utolsó napokban is hatással volt a választókra. Még polarizálta itt Pécsett és Komlón is a választói szándékot és akaratot, és nagyon sok bizonytalan szavazó átpártolt hozzánk, és végül engem támogatott. És azt hiszem, hogy a végeredményben a teljesítmény, az elvégzett munka és a jövőbeni kilátások együttesen érvényesültek itt a Baranya 2-es választókerületben. Hoppá Péter közel 2300 szavazattal kapott többet a második helyen végző Szakács Lászlónál, aki a baloldali összefogás jelöltje volt. Baranya 1-es számú országos egyéni választókerületében szoros eredményt hozott április 3-a. Jelenleg 255 szavazattal vezet a baloldali jelölt Mellár Tamás, a fideszes támogatással indult Kővári János előtt, a szavazatok 98,88%-os feldolgozása után. 550 érvénytelen szavazatot regisztráltak a körzetben, ezeket most újra vizsgálják. Minden jogi lépést nyilván meg fogunk tenni, annak érdekében, hogy az eredmény ez valóban törvényesen megállapítható legyen. Szeretném megköszönni a pécsiek több mint 20 ezer, vagy nem is tudom, 21-22 ezer szavazat lesz a végén, amivel bizalmat szavaztak nekem. Ha ez nem lesz elég, netán az országgyűlési mandátumhoz, én akkor is a pécsieket fogom szolgálni. A levélszavazatokat is össze kell még számolni, hogy hivatalos végeredmény születhessen. Ezt szombatra ígérik a választási irodánál. Kővári János azt mondja, ezután tehetnek olyan jogi lépéseket, ami végül majd dönt a parlamenti mandátum megszerzéséről. 27.384 szavazattal nyerte meg az idei választást Baranya 3-as számú egyéni választókerületében Hargitai János. A Fidesz-KDNP képviselőjének 14.258-al többen szavaztak bizalmat, mint a baloldali összefogás jelöltjének. A feldolgozottság már csak nem 100%-os, és bár még nem jogerős az eredmény, már borítékolt a győzelem. Hargitai Jánost telefonon értük utol, azt mondja, ez volt a 7. országgyűlési kampánya, de ebbe több energiát fektettek, mint az első 6 együttvéve. Ez nyilvánvalóan kellett egy egységesebbnek látszó ellenzékkel szemben, és ez mindjárt a következő gondolatom, hogy valójában az ellenzék összefogott, de egységet mutatni nem tudott, és ez előbb-utóbb a választók számára is nyilvánvaló volt. Ezt az ellenzéket csak
ha gyűlölet tartotta egybe, az Orbán gyűlölet tartotta össze, de más közös mondani valójuk semmilyen módon nem volt. A képviselőt a következő 4 éves ciklusra vonatkozó tervekről is kérdeztük. Kiemelte, hogy már most is zajlanak nagy beruházások a körzet központjában Mohácson. Ilyen a kikötő építése, az M6-os autópálya meghosszabbítása, illetve a Duna híd tervezése is folyamatban van. Hamarosan azonban újabb projektek is nagy hangsúlyt kapnak. Nyilvánvalóan, mivel 1526 augusztusa közeleg, ezért a Mohács 500-hoz kötődő turisztikai és kulturális fejlesztéseink se odázhatók sokáig a tervezést, a felkészítést a beruházásokra, vagy a felkészülést a beruházásokra. Én azt gondolom, hogy az idei évben mindenképp meg kell kezdeni. Hargitai János hozzátette, hogy minden erejével azon lesz, hogy ezek a fejlesztések elkezdődhessenek. Ugyanakkor a jelenleg dúló ukrán-orosz háború jelentősen visszaveti a gazdasági helyzetet, így előbb a központi költségvetést kell átdolgoznia a kormánynak, hangsúlyozta a képviselő. Már javában a húsvétra készülnek a kézművesek Somogy megyében. Legutóbb Somogyváron tartottak kirakodó vásárt. Az árusok ékszereket, kosarakat, használati tárgyakat és tavaszi kiegészítők egész sorát vonultatták fel. A festés körülbelül egy órát vesz igénybe, és akkor dekorgumiból a fülét, meg a kis tábacskáit ráragasztottam, és maximum 2 óra alatt elkészül egy nyuszika. Cseréből készült húsvéti dekorációk, asztali díszek, nyakláncok és kosarak. A somogyvári kézműves vásárban számtalan egyedi termék közül választhattak az érdeklődők. Voltak olyan termékek is, amiket közmunkások készítettek. Az önkormányzat által a közmunkaprogramba készített fonott árukat, kosártermékeket hoztuk el ma a vásárlók részére, illetve ezáltal még amit készítünk, a varrodánkban egy pici varrodánk és sálakat, kötényeket, most már amivel bővült a repertoárunk. Ezt mind közfoglalkoztatottak készítik. Az ékszerek elkészítése is összetett feladat, és sok munkával is jár, mondta stábunknak az egyik kézműves. Amit már fűrészelek, fűrök, tehát most kezdtem ugye, most már egy jó ideje, ami a forrasztásos, tehát ugye maga már a vagy fűrészelés, ami egy kicsit ugye időigényesebb ott, amíg a magát a fémet ugye megmunkálom. A vásárlók egyre több olyan kézműves ékszert keresnek, amelyet valamilyen ásvánnyal vagy gyöngyökkel díszítettek. Drótékszerekkel, rézzel, sárga rézzel, ezüstözött rézdróttal foglalkozom fölle. Ezeket kombinálom ásványokkal, üveggyöngyökkel, akrillal, ami műanyagot jelent. Nagyon nagy szenvedélyem, de főállásom az más, egy kicsit gyerekekkel foglalkozom alapesetben, és ez így hobbinak maradt meg. A kézművesek közül sokan hobbiból kezdtek el egyedi tárgyakat készíteni. Terhességem alatt ugye otthon voltam, és akkor kellett valamivel, még elütöm az időt, mielőtt más osztja be az időmet, és akkor jött, hogy ilyen kreatív dolgokkal foglalkozok, mindig is érdekelt, és igazából így most bontakozott ki ez az egész. A portékák között ugyanakkor már megjelentek a tavasz színei és a húsvéti ünnepkör kiegészítő, jellemző figurái, díszítő elemei. Milyen anyagokkal, szerszámokkal épülnek a házak, hogyan kell a téglákat kötésbe tenni, vagy a cserepeket felrakni a tartó lécekre? Ezekre a kérdésekre kaptak választ azok az általános iskolások, akik elindultak az építésszel elnevezésű szakmaismereti versenyen. Itt játékos formában ismertették meg velük az építőipari szakmákat, bízva abban, hogy a fiatalok 1-2 év múlva ebben az irányban tanulnak tovább. Állványépítés, kéményfalazás, ácsolt tetőszerkezet összeillesztése, vagy éppen a cserepek felhelyezése. Ilyen feladatokat kellett megoldaniuk azoknak a 6.-7. osztályosoknak, akik az építésszel elnevezésű pályaorientációs verseny döntőjébe kerültek. Érdekel ez a szakmaterület, és azért választottam, hogy mérnöki pályára szeretnék menni, és tovább szeretnék tanulni ott a Bécsen a Cipernoszkiba. Mondja a 13 éves Rozinger Péter, aki Siklósról érkezett. 2019 után ismét személyes részvétellel rendezhették meg a döntőt, tudtuk meg a kamara munkatársától.
Az első fordulóban tesztet kellett kitölteni online, majd egy makettházat építettek a csapatok. Ezek után jutottak tovább a legjobbak. Összesen 36 csapat jelentkezett erre a versenyre, a második fordulóban 28-al jutottak tovább, úgyhogy 28 épületet és házikot kellett a zsűrinek nagyon szigorúan bírálnia, pontoznia, hogy ez a 10 legjobb csapat jusson tovább ide a döntőbe. Úgyhogy rendkívül népszerű volt. Egyébként minden évben nagyon népszerű ez a versenyünk, de idén már nagyon szerettük volna a döntőt is, ezt az interaktív helyszínt is végre megrendezni, úgyhogy örülök, hogy sikerült összerakni. Biztos megélhetést jelent az építőipari szakmák művelése. Érdemes ezeket választaniuk a gyerekeknek, mondja a zsűri elnöke. Minden vállalkozásnak szinte nagyon sok munkája van, amivel mi küzdködünk a munkaerőhiány. Sajnos ez idáig az építőipari szakmákat kevesen választották. Voltak olyan szakmák, ahol egy évben senki nem jelentkezett. Ezért mi pár éve eldöntöttük, hogy létrehozzuk ezt az építésszel versenyt, aminek semmi más célja nincs, mint az általános iskolás gyerekeknek valami módon felkeltsük az érdeklődését az építőipari tevékenység, az építőipari szakmák iránt. Ezért játékos formában mutatják be az építőipari szakmákat. Jelenleg, aki szakképzésben tanul tovább, 100.400 forintos fizetést kap minden hónapban, mondja a zsűri szakmai elnöke. Az építésszel verseny döntőjébe jutott csapatok mindegyike kapott valami díjat, ajándékot. Közösen pedig tanulmányi kirándulásra utaznak majd Budapestre, ahol a parlamentet nézhetik meg a gyerekek. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Választás 2022, minden tornamegyei körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek. Szoboravatás, Vas Albert emlékművét adták át Tevelen. Bonyhád városi avatásának 45. évfordulója egésznapos rendezvényel ünnepeltek. Támogatás, hatalmas lehetőséghez jutottak a hazai gazdák. Kedden napos idő várható, jelentősen enyhül az időjárás, sokfelé fog fújni az erős délnyugati szél, éjszaka csillagfényes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!